Szerdán két előadással készülnek a Várszínház munkatársai a nézők számára. Délután 17 órától Süsü a sárkány kalandjai című zenés mesejátékot tekinthetik meg a fiatalok. A produkciót a Hadarc Színház hozza Gyulára. Este a Haverok buli Bombon című musicalt láthatják a nézők, ugyancsak a Hadarc Színház előadásában a tószínpadon. Ez nagyon sok családot vonzott, úgyhogy már elég régóta teltházas ez az előadásunk, és aztán ráadásul ma este még lesz egy tószínpadi teltházas előadásunk is, Haverok buli Bombon címmel, a Bombon együttes slágerei alapján készült musical, ez egy fiatalokról szóló játékos kalandos szerelmi történettel a Bombon együttes híres slágereivel. Ez is már elég régen betelt, tehát házas lett pótszékes előadásunk. Elek Tibor igazgató elmondta, a csütörtöki előadásnál helyszínváltozás történt. Az Ördög Bibliája című felolvasó színházi előadást a Várszínpad helyett a kamarateremben rendezik meg. A rendszerváltoztatásról szól, három időpontban játszódik, 85-ben, 89-ben és 93-ban, és hát főként az értelmiségi életben zajló küzdelmek a rendszerváltoztatás előtt, után, hitek, remények, illúziók szertefoszlása, mindez benne van, és egy híres festmény is, Csernus Tibornak a Három Lektor című képe nagy szerepet játszik az előadásban. Aki meghallgatja ezt a felolvasó színházi produkciót, akkor meg fogja tudni, hogy milyen fontos szerepet játszik ez a híres festmény. Jövő héten az Erdélyi héttel folytatódik a Gyulai Várszínház nyári évada, melyen összesen 8 produkció lesz látható az egy hét alatt, többek között a Valahol Európában, valamint az Állatfarm című musical is várja a színház kedvelőket.